Studio Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk. Kedves nézőink és hallgatóink, köszöntjük Önöket, benneteket a Studio Veszprém Podcast adásában. Pár napja indult útjára podcastunknak az úttörő vállalkozása, a 100 szó pályázat. Bárki, nem csak veszprémiek, és nem több, mint 100 szóban megfogalmazhatják az érzéseiket, emlékeiket, leírhatják sztoriaikat, melyek a városhoz kapcsolódnak. A pályázattal kapcsolatos információk megtalálhatók a www.100szóban.hu weblapon. Egy neves zsűrit kértünk fel, hogy minősítsék a beküldött mini novellákat, és a legjobb szerzők azok beírhatják magukat a város történetébe, és a halhatatlanság mellé még pénzdíj is jár. Úgyhogy kérjük, hogy csatlakozzatok a Facebook nyilvános csoporthoz, az Insta vagy TikTok oldalához, ahol folyamatosan információkat adunk a 100 szóval kapcsolatban. Várjuk írásaitokat, reméljük, hogy minél többen kedvet kaptok ehhez. Reméljük, hogy beszélgető partnereink is szívesen írnak majd, ha vannak élményeik Veszprémmel kapcsolatban. És reméljük, így lesz ez a mostani beszélgető partnerünkkel, dr. Árvai Anitával, aki a Balaton-Almádi Veganetta Home étteremnek a tulajdonosa, de hát emellett még blogger, rengeteg követője van, főzőklubot vezet, részt vesz a város vendéglátós közéletében, és még sok mindent mondhatnánk veled kapcsolatban. Szervusz, Anita, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, én köszönöm, hogy itt lehetek veletek. És hát a 100 szónak is egy a vége, Veganita, ugye akkor ma te kerültél így a szavak központjába. Mindjárt az első kérdésem, ezt muszáj föltegyük minden beszélgető társunknak. Gondolj erősen Veszprémre, ha ez megvan, mi az első szó, ami eszedbe jut? Nekem Veszprémből Balaton-Almádi jut eszembe. No. Mint Veszprém külvárosa? Igen, ez az otthonom, és nekem nincsenek gyökereim Veszprémhez. Én jöttment vagyok Balaton-Almádiban is, az egész családdal jöttmentek vagyunk Balaton-Almádiban is, hogyha kicsit haza akarok beszélni, akkor Gyütmönt vagyok, mert hogy én nagykőrösi vagyok, úgyhogy nekem az őzés az anyanyelvem. Szóval nekem Veszprém az egy felnőtt kori ismerettség, és úgy felfedezni való város ezzel együtt. Úgyhogy nekem mindenképpen Veszprém Almádi mellett áll, ami pedig az otthonom, és olyan, mintha mindig is az lett volna. Szóval nekem Veszprémről Balaton-Almádi jut eszembe. Tökéletes. És hogy kerültetek Balaton-Almádiba egyébként? Egy nagykőrösi lány. Hát mi Budapesten éltünk, és a férjem szüleinek itt volt nyaralója már évtizedek óta, és mi sokat jártunk ide, és nagyon szerettük a várost, és azt, mivel hogy mindketten vidékiek vagyunk, mert a férjem azért nagyvárosi, mert ő székesfehérvári, meg egyébként igazi kozmopolita ember, mindenképpen azt szerettük volna, hogyha a nagyfiunk vidéken kezdi el az iskolát. És úgy kezdődött az, hogy már mikor középsős volt, elkezdtünk nézelődni, aztán hirtelen találtunk egy telket, azt megvettük, és gyorsan nem gondoltuk volna, hogy ennyire gyorsan eladjuk a budapesti otthonunkat, ezért a nyaralóba kényszerültünk idézőjelbe, tehát azért egy nagy kaland volt egy 4 tagú családnak egy szigetetlen nyaralóba 2,5 évig lenni, de nagyon élveztük, és hát nyilvánvalóan brutálisan boldogak voltunk, hogy a nagyfiú már itt kezdte a nagy csoportot, nem az első osztályt, hanem a nagy csoportot, és a picikét meg ide tudtuk beíratni később óviba. Úgyhogy
Úgyhogy ez egy ilyen nagyon isteni gondviseléssel megáldott időszak volt, és hát időszaknak a kezdete is egyébként. Uh-huh. És most már úgy érzitek, hogy befogadtak az almádiak? Jól érzitek magatokat itthon, otthon Almádiban? Figyelj, mi nagyon jól érezzük itt magunkat. Én imádom a kisvárosi létet. Tehát, hogyha csak a mai reggelemet veszem, fél óra alatt mindent elintéztem. Tehát én ehhez vagyok hozzászokva Nagykőrös miatt, aztán itt meg visszanyertem gyakorlatilag azt az általános nyugalmat, amit szerintem csak a vidéki emberek éreznek, mi érzünk azzal, hogy nem kell órákat rászámolni arra, hogy A-ból B-be érjél, és hogy a kérdésedre válaszoljak, mi nagyon jól érezzük itt magunkat. Azt, hogy a város befogadott-e bennünket, azt nem tudom, de mi befogadtuk. Ezt a nyugalmat el tudom képzelni Balatonalmádiban nyáron, amikor egymásba érnek a belföldi meg a külföldi turisták. Ez egy időszak. Ez csak egy pár hónap. Igen. Csak két hónap. És ugyanakkor meg azt mondom, hogy kell is, ahhoz, hogy utána újra azt érezd, mondjuk augusztus 21-én, hogy visszakaptuk a városunkat. Igen. Mert ilyen nagy nyilatkozom, hogy visszakaptuk a városunkat, mert hogy én teljesen a magaménak érzem, szóval. Aha. Viszont az őszi-téli időszakban mennyire megy az étterembe? Nyáron el tudom képzelni, hogy az kiválóan működik, meg nagyon trendi, meg nagyon jókat lehet róla hallani. Ezt vegyed létszre dicséretnek. És azt mondják, hogy nagyon jó veled is beszélgetni, mert te olyan szeretett bomba vagy, mindenkivel egy hullámhosszon, megérted mindenkinek a gondját, baját, problémáját, segítesz mindenkin. Szóval azokban a hónapokban, amikor nincs olyan nagy forgalom Almádiban, akkor azért ez rentábilis tud lenni. Ráadásul ez egy szűkebb spektrumot jelent, ugye, a vegán. Tehát mi soha nem leszünk olyan, mint egy húsos étterem. Nyilván ezt az összehasonlítást, ezt még mielőtt megszületne, ki is keverni a fejemből nyilván. Most ezt mondom én a 4 évvel ezelőtt jön magamnak. Viszont az az igazság, hogy mi már zarándokhely lettünk. És ahogy telnek az évek, pénteken lesz 4 éve, hogy megnyitott a Veganita Home, évről évre azt látom, hogy többen és többen jönnek a holt szezonban is. És mindazonáltal, hogy szerintem egyébként a Balaton is egyre inkább 4 évszakossá válik, mert minden évszaknak, vagy időszaknak, vagy negyedévnek megvannak a specifikumai itt, ebben az országrészben. Mindazonáltal szerintem az éttermek, akik vállalkoznak arra, hogy egész évben nyitva tartanak, szerintem minél több, évről évre több és több viszontlátogatót tudhatnak a magukénak, és így vagyunk ezzel mi is. Én nem panaszkodom. Nekünk szerintem tapintható. Tehát az, hogy szombaton, vasárnap nem tudok adni asztalt annak, aki random jön, muszáj foglalni ahhoz, hogy helyet kapjanak. Az, hogy hétköznap az ebédidőink telve vannak, nyilván nem vagyunk nyitva minden nap, mert a hétfő keddünk a szabad nap, sőt, most még a szerdacsütörtököt is kiadtam a kollégáimnak, mert még nem vagyunk elegen. Van egy törzs csapat, akikkel végigvisszük az egész évet, és az feldúsult tavasztól őszig nyilván. Uh-huh. És nálunk vannak. Szóval én nem panaszkodom meg. Nekem nagyon sok a fogom, csomó rendezvényem van, szóval... Nekem egyébként az az érzésem, én jártam nálatok többször is, és mindig azon gondolkodtam, hogy úgy tűnik, hogy te jókor lovagoltad meg ezt a nevezük divatrendnek, aztán erről majd vitatkozhatunk is, hogy micsoda is ez a legánság, hogy ez egy hóbort, ez egy divat, ez fölfut, aztán lecseng, mi lesz ennek a sorsa. Egy biztos, én most utána néztem, hogy a legutolsó felmérések szerint ez egy 2020-as adat Európában, a fogyasztók 4%-a tekinthető vegánnak, tehát neked ez a piacod. Nyilvánvalóan Magyarországon is az elmúlt években gyarapodott azoknak a száma, akik vegán étrend szerint táplálkoznak, de akkor gyorsan mondd el nekünk, bár szerintem nagyon sokan tudják, hogy mit is jelent az, hogy vegán étterem, vegán táplálkozás. Még egy dolgot hozzácsatolnék közvetlenül.
adhat be az előző témánkhoz, nekem a vendégeimnek a 60-70%-a mindenevő. És csak 30-40%-a teljes növényi étrenden folytató, vagy akár a vegán szellemiséget magáénak tudó vendég, mert hogy a vegánság az ugye nyilván azt szokták mondani, hogy elsődlegesen egy állatjogi mozgalom, viszont nagyon sokan vagyunk, akik mindazonáltal, hogy szeretjük az állatunkat, nem ebben nőttünk fel. Nálunk is disznóvágások voltak, mai napig vannak. Tehát az én családom az egy tradicionális gasztrokultúrával rendelkező família, viszont számos oka lehet annak, hogy valaki a teljes értékű növényi étrendre vált nálam. Nála egészségügyi okai voltak, de nagyon sokan kipróbálják, és fél évig, évig úgy maradnak, vagy iktatnak be olyan heteket, amikor nem fogyasztanak állati eredetű dolgot. Tehát ezzel már le is mondtam azt, hogy a vegánság az azt jelenti, hogy visszautasítjuk az állatok saját magunk számára történő kihasználását, és ebbe beletartozik a táplálkozás, ebbe beletartozik az, hogy nem használunk olyan termékeket, amelyeket állatokon teszteltek, vagy állati eredetű dolgot tartalmaznak, vagy az állatok kihasználásából állítják elő. És akkor ide tartozik nem csak az, amit magunkra kenünk, azok a kozmetikumok, amiket használunk, azok a bőráruk, amiket az állatokból állítanak elő, de ide tartozik még a méz is, amit ugye a méhek gyűjtenek, tehát állati erővel kerül az asztalunkra. Illetve nekem nagyon erős a vegánságban az a szellemiség, az a mindset, ami most mondhatjuk, hogy ez a vegánsághoz kötődik, de nem. Én nagyon szociális vagyok az emberekhez, és én nagyon elfogadó vagyok hozzájuk. Tehát én soha egy vendégemet nem akarom megváltani. Megtéríteni. Igen, ez nagyon fontos egyébként. Majd aztán lelövöm a poént, de kérlek, győzz meg arról engem, hogy ne egyek húst. Én nem akarom győzni téged arról, hogy azért, mert ez a te döntésed, mert hogyha én a... Tudod, minden közre játszik itt. Vannak globális indokok, amelyek arra mozdítják az emberiséget, hogy kevesebb állati eredetű terméket fogyasztanak, mert egy kiló hús előállításához tudjuk, hogy mennyi energia szükséges, és itt nem csak a vízenergiáról beszélek, hanem azokról a hatalmas nagy földterületekről is, ahol növénytermesztést, nem takarmány növénytermesztést is lehetne végrehajtani. Nem beszélek itt a metán, ugye nyilván az állatűrülék felszabadulásából eredő káros gázokról, amik a légkörbe szabadulnak föl. De mindezeket én félreteszem, mert ez nem az általános, hanem a tudományos fórumokra való. Ha te nem tudsz lemondani a húsevésről, akkor ne tedd. Mindig azt javaslom, meg mindig azt mondom, hogy szorítsd vissza, legyen az egy vasárnapi kiváltság. És akkor már nagyon sokat teszel, és nem csak az egészségedért, hanem a globális környezeti érdekekért is. És mindig... És akkor ilyenkor jönnek azzal, hogy a fehérje visszapótlás, meg a sportolók, meg a mit tudom én, és erre is számtalan indokom lehetne, amiket nem én találtam ki, hanem könyvekből megtanultam. Meg látom, tudom, a saját étrendemet is én állítottam össze, tehát gyakorlatilag hatalmas zöld tömeget egy ekkora bugyor sóskában, vagy spenótban, csícseri borsóban, bármilyen hüvelyesben sokkal több olyan fehérje található, ami még az emésztésünket sem terheli meg, és a szervezetünkre sincs káros hatással is. És oké, erre is lehet azt mondani, hogy permetes és stb. Na de ma már nincs antibiotikummentes hús. Igen. Nem védhetjük ki, tehát nem láthatunk bele abba a törvénybe, ami a biót, amitől a bio lesz, mert nyilván azok a növények is vannak kezelve. Tehát, hogy ezekben nem szabad belemenni, mert ez egy vége láthatatlanul hosszú, meddő vita lenne. Oké, akkor egyszerűsítsük le. Én lelövöm a poént, én utoljára 34 évvel ezelőtt tettem húst, tehát én 34 éve vagyok vegetáriánus.
A te családodban vannak követőid? Mondod, hogy disznólés, nekem ez eszembe is jutott, hogy mi van akkor, amikor téged egy disznólésre hívnak. Tehát tocsog a vér, és ott van egy vegán, ott tud lenni egy vegán. Tehát a családban egyrészt vannak-e követőid, akiket nem győztél meg, de látják, hogy te viszed ezt a vonalat, és azt látják, hogy ez működik, és követnek, illetve hát mi van azokkal, akik a te környezetedben húst esznek? Ugye vannak ezek a, én csak úgy hívom őket, hogy klímaradikálisok, akik ha én dízelautóval közlekedem, lassan leköpnek, hogy van ez? Hát nálunk úgy van, hogy a mi kis szűk családunkban a férjem ő vegetáriános, a pici fiam is, hébe-hóba eszik, de csak csirke mellett, a nagyfiam ő ragadozó, viszont rengeteg zöldséget fogyaszt, rengeteget, tényleg. És a tágabb családomban brutál húsos mindenki. Tehát ezek olyan beivódott tradíciók, és közben meg apukám cukorbeteg és szívbeteg, és látta, hogy mit jelent a heti 4-5 nap állati mentes étkezés az ő cukorszintjére, vércukorszintjére és szív problémáira tekintve mégsem tud lemondani róla. És ez az, amikor ha benned nem érik meg az elhatározás, akkor magyarázhatja neked 100 fül, sztereóba, 100 száj sztereóba mindkét füledbe az igét, ha te ezt belülről nem érzed, akkor nem fogod tudni megtenni. Igen, ők vágnak disznót a mai napig, és hát én a tavalyi disznóvágáson éreztem azt életemben először, hogy nekem ez nagyon nehéz. Uh-huh. Ezt most halljam. Tehát ott vagyok, mert egy család vagyunk. Uh-huh. De én őszintén megmondom neked, hogy a tavalyi disznóvágáson éreztem azt, tavaly volt még télen, hogy tehát ezt többet ne kér tőlem. Mert már nem tudok fölülkerekedni, tudod? Ami ott folyik egyrészt, meg és egyébként meg egy asztalnál leszünk húst, én meg nem, tehát igen, hát ez nincsen baj azzal sem szerintem, hogyha neked ez nehézség, meg azzal sem, hogyha nekem például már nem jelent ez nehézséget, de Laci, te mint igazi húsevő, hogy viszonyulsz ez a helyzethez, kérdéskörhöz? A párom állandóan azt nyomja, hogy minél több zöldséget tegyek, meg könnyebb kajákat, értem, de szeretném, hogyha mondanál olyasmit, amiért érdemes betérni hozzátok ilyen ragadozónak, most akkor én is ebbe a kategóriába tartozom ezek szerint. Melyek azok az ételek, amelyeket úgy tudsz ajánlani, amiért én vagy tegnap előtt elmehettem volna, mert bevallom őszintén, hogy fel akartam keresni a létesítményt, megnéztem aztán a weblapotokat, és be volt zárva, hogy személyes impulzusokat kapjak. No, szóval mi az, amit ajánlanál nekem így beetetésként? Visszakérdezek, mit szeretsz a húsban? A húsban? Szereted, a nyers húsnak az illatát szereted, vagy azt szereted, ahogy a feleséged elkészíti neked? Hát, talán az utóbbi, és a csirkét szeretem különösen. Talán és az még a jobb véghelyzet, nem? Melyik az az íz, amit nagyon szeretsz, ahogy elkészíti neked a feleséged a csirkét? Hát a csirke combot szeretem, még pedig rántva. Azt aha, nagyon szeretem. Aha, de mondjuk egy csirke... Jó sok prézlivel. Aha. Na most látod, már meg is válaszoltad azt a kérdést, ami a legfőbb érv szerintem amellett, hogy az embernek érdemes kipróbálnia azt, hogyha nem eszik húst. Mert tulajdonképpen nem a hús ízét kívánjuk, hanem annak elkészítési módját hiányoljuk. És hogyha belátjuk azt, hogy nem kell, hogy hiányozzon a pörkölt íze, mert lencséből, csicseri borsóból, bármilyen alternatív alapanyagból, ugyanazokkal a fűszerekkel el tudjuk érni azt a hatást, amit adott esetben egy pörkölt élmény jelent. Nálunk is van például töltött káposzta
nem mondod meg, hogy abban nincs hús, hogyha nem tudod. Ezt igazolni tudom, ezt pont töltött káposztát tettem utoljára nálatok, és ez valóban így van, megmondhatatlan. Miért visszajárnak a húsevők. Tehát, hogy, és mindig igyekszem magyaros ételeket is tenni az asztalra, mert hogy én nekem, tehát, hogy én azt szeretem, hogyha mindenki megtalálja a nekivalót, és tudom azt, hogy nagyon sokan vagy szkeptikusan, vagy pedig tényleg tradicionális gasztronómiai szocializációval érkeznek, és nem nyitottak az újra, és nekik nagyon szívesen szoktam javasolni, vagy szoktuk javasolni ezeket a tradicionális módon, tradicionális fűszerezéssel elkészített, ám állati eredetű mentes ételeket, pontosan azért, hogy ne legyen hiányérzetük, de a hamburgerünkbe sem mondod meg, hogy az nem hús, kivéve, hogyha nem csicseri pogácsával kéred. Tehát olyan alternatív húshelyettesítők is léteznek, amik megtévesztik a megrögzött húsevőket. Ám én vallom azt, hogy ebben a tekintetben pedig érdemes, hogyha valaki kezdő, vagy kalandozó, vagy éppen ki akarja próbálni, mert őben új ízeket, új alapanyagokat, új textúrákat kipróbálni, új fajta fűszerezéssel, ahhoz, hogy egy picit önmagán is nyitni tudjon, bár belátom, hogy ez nem megy mindig ennyire egyszerűen. Nekem ez egyszerű volt, de nagyon sokan vannak, akiknek ez nehézséget okoz, és akkor ez a fokozatosság, ez teljesen jó alternatív. Én kedvet kaptam hozzá, megmondom őszintén, úgyhogy el fogok látogatni, és arra töltött káposztára fenem a fogam most ezek után. Persze most senki nem mossa le rólunk, hogy mi itt most PR marketing rendezvényen vagyunk, programon, pedig nem kapunk egy fillért sem, nem hívtak még meg egy töltött káposztára sem. De várjál, ezen majd mindjárt fordítunk, mert én inkább enni szoktam a te termékeidet, de neked van egy blogod, meg vannak írásaid, én ezekkel most ismerkedtem meg, és tudod, nekem az jutott eszembe, hogy manapság körbe vagyunk véve mindenféle mentális segítőkkel, a klasszikusok közül említhetjük a pszichológusokat, papokat, az újabbak közül a coachokat, trénereket, és én valahogy az lett, ahogy olvastam az írásaidat, az lett a benyomásom, hogy ez tulajdonképpen a vegánság, az nem is biztos, hogy cél, hanem eszköz, mint hogyha ez egyfajta ilyen pszichoterápiás eszköz lenne. Tehát Laci, tudjuk ezt a témát úgy is közelíteni, hogy nem egy éttermet promózunk, hanem egy pszichoterápiáról beszélünk. Mostanában egyébként gyakran előkerül ez az adásainkban. Jól olvasom én a te szövegeidet, amikor aztán erre jutok, hogy ez egyfajta ilyen, egy ilyen módszertani megközelítés is, hogy hogyan éled az életedet. Hát abszolút. Nekem tehát minden úgy kezdődött, ugye, hogy terápiás célzattal kezdtem el írogatni. A blogra még annó, és mivel én imádok főzni, meg nagyon, tehát kisgyerekkorom óta főzök, és rá is voltam szorulva arra, hogy aztán teljes értékű növényétrendet kezdjek el folytatni. Úgy voltam vele, hogy a kutya nem fogja elolvasni azt, amit én szeretnék mondani önterápiából, hogyha nem teszek mellé színes képeket, meg recepteket, és akkor ez így kezdődött 6 évvel ezelőtt, és ebből nőtte ki magát az étterem, és most már főleg az Instagram az én platformom, odaírok, a blogot azt nagyon le vagyok maradva vele, tehát másfél évet is nem tudom befrissíteni, de hogy igen, mert hogy én egy nagyon ideálisnak nevezhető családban nőttem föl, ahol én megkaptam azt a fajta gondolkodásmódot meg, érzelmi biztonságos stabilitást, ahol én tudtam magamnak kreálni egy olyan mindsetet, amit szerettem volna, hogyha más is érez. Tehát a nagy elkeseredésekben, mert nagyon hamar, nagyon népszerű lett ez a blog, és,
És jöttek is, és úgy éreztem, hogy én egy ilyen csatornaszerű vagyok, akire rá tudnak így csatlakozni, és így szívni tudnak belőle valamit, amit aztán interpretálnak a saját életükbe, vagy érzelemvilágokba, és tovább visznek, tovább gyúrnak, és akkor az az övék lesz. És most ugyanez van, amióta elmúlt a Covid, vagy szabadabban tudunk kapcsolódni egymással. Van egy jövőnője programom, ahol meg aztán pont ez a lelki kapcsolódáson van a hangsúly, és minden hónapban egy-két rendezvényem van ennek kapcsán, pont most is lesz szombaton, és mondjuk el, hogy ki lesz most szombaton, mert ugye ez egy pénteki adás, amit most néznek a nézőink. Most szombaton tapasztalósi barátnőmmel fogok beszélgetni elég sok aktuális témáról, és hát ő meg mentálhigiénés szakember, szóval mi nagyon jól kiegészítjük egymást, meg jól összegyúrjuk azokat a témákat, amelyek mindnyájunkat foglalkoztatnak, és nyilván egy kicsit interaktív is lesz az egész, de itt volt már nálam múlt hónapban, vagy ebben a hónapban, hónap elején. Rendelhofer Kriszta, most a következő havi vendégemet még nem lövöm le, de őt is ismerhetitek, szóval nagyon, meg van egy személyiségelemzőnk, aki időről időre visszatér hozzánk, és nagyon-nagyon sok értékes idő, meg ízletes és egészséges étel, mert ugye ilyenkor mindig brancsot is adok, úgyhogy ez egy ilyen lelki feltöltődés, és nem csak annak egy kicsit önös érdekből, aki jön, hanem nekem is, aki a házigazda, vagy adott esetben előadó is vagyok, szóval ez egy ilyen nagyon jó szimbiózis, és tudom azt, hogy nagyon nagy szükségünk van a valakikhez tartozásra, és tudom azt, hogy nagyon sok nőnek, aki jön hozzám, ez az egyetlen egy magára fordított ideje. És ez nagyon fontos érzésben is. Meg tudom azt, hogy mennyit adhatunk egymásnak, és kicsit nem csak a jövő nagy rendezvények, de a főzőklubjaim is erről szólnak, mert receptek ürügyén, főzés ürügyén mégis mentálisan, meg lelkileg tuningoljuk magunkat, meg egymást, úgyhogy ez mindig is jó. Anita, ez a műsor, ez könyvekről is szól, és úgy tudom, hogy te neki is estél egy könyvírásának, talán az még nem fejeződött be. Ez milyen könyv? Ez egy sima receptkönyv, vagy annál többet jelent? Hát nekem mindenképpen többet jelent, mert hogy egy történetekkel tarkított ételnaplószerű, rengeteg-rengeteg recepttel, meg rengeteg történettel, nyilván az én életemből merítve. Készen van majdnem egyébként, csak nincs időm befejezni, vagyis hamarosan lesz időm befejezni. Ebben az évben én nagyon tervezem azt, hogy azzal együtt, hogy átköltözünk az új étterembe, ezt is mindenki, és én is a kezemben tarthatom, úgyhogy nagyon szeretném. Igen, csiripelték a madarak, hogy új étterem egy sokkal nagyobb is kilátásban van. Ez mikor várhatóan nyílik? Hát figyelj, a Jóisten útjai kifürkészhetetlenek. Arra gondoltunk, hogy valamikor nyár elején költözünk, aztán ez nagyon hamar látszott, hogy nem fog összejönni, és akkor most maradt a tél. Most már akkor nem sikerünk. Ha itt tartunk, bocsánat, akkor egy kérdés a sikerről. Ugye itt tulajdonképpen egy sikertörténetről beszélhetünk, de azt is áruljuk el annak, aki még nem ismeri a te múltadat, hogy te jogászdoktor vagy, és hát a siker mércéje a társadalmunkban többféle is, meg változik is. Te miben változtál, amikor a sikerről beszéltél mondjuk 10 évvel ezelőtt, és a mai sikerdefiníciód micsoda? Hol találod, hol keresed, mivel méred a sikeredet? Hát én akkor is egy boldog, stabil, érzelmi hátterű családot tekintettem sikernek, meg azt, hogy elégedett legyek magammal a szakmámat illetően. Na, ez akkor nem volt meg. Ott nem volt a kiteljesedés abban. Amióta viszont úgy döntöttem, hogy akkor
ténylegesen azt a kis kosztümöt kötényre cserélem, meg szakácsruhára az elején, ott kezdődött minden teljesség érzése. Szerintem amúgy a siker az érzelmi teljességben apostrofálható nagyon-nagyon erősen, és onnantól kezdve nem csak a fizikai egészség, meg a lelki, meg a mentális egészség és teljesség az, nyilván mindig tanulunk, folyamatosan úton vagyunk, és én is így vagyok ezzel, de az adott pillanatokat tekintve én azt gondolom, hogy ha több egy napban a boldog, elégedett, teljes pillanat, mint az elégedetlenség érzése, akkor már összegészében jók vagyunk, jó úton vagyunk. Nekem ez, azt csinálom, amit szeretek. Ott én azokkal, akiket szeretek, azok a kollégáim, akiket szeretek, az a mikrokörnyezetem, ott vagyok, ahol szeretnék lenni. Ez a siker, és teljesen igen, mindegy. Igen, piszok jó helyen élsz, Veszprém agglomerációjában, Balatonparton, mi is ezt élvezzük, tehát valóban a sikerben ez is egy fontos komponens, mi ezt tudjuk itt, akik itt élünk. Igen. Köszönjük szépen a beszélgetést veled, és reméljük, hogy örömet okoztunk a hallgatóinknak, nézőinknek is. A Studio Veszprém Podcast epizódjai és a 100 szóban Veszprém pályázatunk állami és önkormányzati, illetve LKF támogatás nélkül valósulnak meg. Önzetlen, lokálpatrióta, helyi és térségi vállalkozásoknak a segítségére támaszkodhatunk, akik fontosnak és értékesnek találják azt, amit csinálunk. Köszönjük főtámogatónknak, a Vitakin Kft.-nek, média támogatónknak, a Balaton Televíziónak, valamint a Patronus Klubunk tagjainak, hogy támaszkodhatunk rájuk. Ők a Royal Kert, a Targoncatvéd, az ASX Intersolar Kft., a Nyugalom, a Ringautó, a Bramag BMI Magyarország, a Kuti és Fia, a Tornai Pincészet, a Hester's Life Kft., a Nelson Biztosítási Alkus Zrt., az Unilever, Algida Veszprém jégkrémgyára, valamint a Szófia Magánklinika. És hát reméljük, hogy készülve arra, hogy Veszprém jövőre Európa kulturális fővárosa lesz, más cégek és vállalkozások is követik a példájukat, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a podcastunk és a 100 szóban Veszprém sikeres legyen. Köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot mindenkinek! Köszönjük szépen! Szia, Anita! Sziasztok! Anita, hogy érezted magad? Én nagyon jól! Igen? Nagyon jól! Ez a Studio Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!